Hát a következő előadás az szervesen rá fog épülni erre a, most, erre a mostanira, olyan szempontból, hogy a filmből is, meg itt is már felmerült az, hogy csak ez egyik része a dolognak, hogy megtudja a státuszát a drogfogyasztó, de hogy mi lesz utána, hogy fog bekerülni kezelésbe. És, és hát arra gondoltunk, hogy a hepatológusok részéről is a megkeresés felénk, hogy hasznos lenne, hogyha a szakmának lenne valamiféle javaslata arra, hogy hogy milyen, milyen, módon kellene elősegíteni a intravénes a hepatitis kezelésbe jutását. Ezért készítettünk uh, Robival, illetve hát Robi főleg egy, uh, egy olyan javaslatcsomagot, ami hát a hepatológusoknak is szól, meg mindenki másnak arról, hogy, hogy szerintünk hogyan kellene uh, ezt a, ezen a helyzeten javítani. Erről is, uh, erről is Robi fog uh, beszélni. Itt uh próbáltam összeszedni, hogy, hogy, hogy mi, mi a, most jelenleg a helyzet, azért itt a részvők nagy része ezt tudja, úgyhogy ezt csak gyorsan át fogom pörgetni, hogy mi az, amit, amit a, az országos prevalencia vizsgálatból tudunk, azt, hogy, hogy, 11 és 14 között a duplájára növekedett a, a, fertőzöttek aránya az intravénás szerhasználók körében. Ugye ezt, már a filmben is elmondtam, és ugye ezzel párhuzamosan csökkent a, a programban programomban és begyűjtött fecskendők száma, ami, ha jól tudom, tavalyi egy kicsit ment felfele, de hát ugye a 2014 volt az az év, amikor, amikor utájára nyitva volt még a, a két tőcsere program, a Kékponti, illetve a DBA. program, ami a két legnagyobb program volt az országban, tehát ennek, ennek körülbelül a a harmadát le lehet vonni, hogyha, hogyha, majd, majd, hogyha meg kéne becsülni, hogy 2015-ben hol tartanak ezek a számok. Tehát ez, ez, ez csak tovább romlott. Tehát ez a, a 2013-on a 76 tű per internet per év, ez mondjuk valahol ilyen 35 körül lesz. Szerintem 2015-ben, ami, ami már tényleg tényleg katasztrofális. És ez a, a amiről szintén volt szó, tehát hogy közben, miközben csökkent a, a, a kiosztott tűk száma, közben a kliensek száma, a kliens kontaktok száma nem csökkent, sőt, erősen növekedett, amiről szintén Mónika is beszélt már, hogy, 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 hogy ebben azért benne van az is, hogy, hogy mivel egy szükségük volt a tűrezióval, többször jöttek el, vagy, vagy hozták az ismerősöket is, tehát ez is benne volt, ebben, benne lehet ebben. És ahogy mutattam az előbb, meg, meg ahogy azt is szintén azok olyan vizsgálatokból is tudjuk, hogy az újszerek azok nagy, nagy kockázatot jelentenek, hogy az újszereket használok használók körében magasabb a hepatitis C fertőzöttek aránya. Hát ez csak azért mutatom, hogy, a, hogy a lefoglalásokban hogyan változott a, az aránya az új szereknek a klasszikus vagy régebbi szerekhez képest. Tehát, hogy ebben is van egy változás, ez itt úgy, úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon hogy sok szempontból növekvő kockázatok vannak a fertőzöttség szempontjából, és hát erről beszéltem az előbb, tehát ezt, ezt még ide raktam, hogy, hogy, hogy nem tudtam, hogy ennyire rögtön utána lesz, de hogy, hogy ez is több fontos szempont hogy, hogy igenis megosztják az eszközöket egymás között, és hogy, és hogy, hogy itt a, a viszonylag gyakori a tű egy, mondjuk egy barátnak vagy ismerősnek átadása. És ez szintén, amiről beszéltem, tehát ez a, a csökkenő tűszámnak a következménye, hogy, 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 hogy átlagosan Majdnem, hogy háromszor használnak egy tűt a, a, a kliensek. A, a javaslatokat ö, azt ö, ilyen több nemzetközi figyelembe vételével írtam össze hát reméljük, hogy ezek támogatól hatnak, bár, bár ö, ugye ezek, ezek mindenki számára ismertek, tehát ugyanúgy a, ugyanúgy, a, a, a döntés azok számára is gondolom rendelkezésre állnak ezek, a, ezek a, az ajánlások. Itt a WHO, a, ez a, a, European Association for Study of the Liver, tehát ezek a, 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 ez, az Európai eh, a Szövetség ajánlása, illetve az ECDC és az IMCDD ajánlása a fertőző betegségek megelőzésével kapcsolatban. Tehát ezeket, ezeket vettük figyelembe, amikor ezt összeraktuk ezeket a javaslatokat, és itt szeretnék köszönetet mondani Szabó Olgának, aki, aki átolvasta ezt a javaslatot, és, és, és átnézte egy orvos szemével is ezeket, illetve egyébként is a, a magában a, 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 szűrésekkel kapcsolatban is hozzá a klienseket, szóval ezért akarok itt köszönetet mondani neki. Uh, uh, jó. Itt összesen uh, 6 vagy 7 javaslatból uh, áll ez a szöveg, és uh, azt hiszem az lenne a, jó, hogyha itt ezt most meg tudnánk vitatni, ugye? Ezeket a javaslatokat vagy szó, hogyha valakinek van hozzáfűzni valója ezekhez, akkor... Akkor szerintem ezt most lehet is jelezni. Jó. Tehát, vagy akkor olvasom fel az összeset, és akkor utána meg... Jó. Tehát, hogy itt az első... Hogy, hogy az ártalom programok lefedettségének javítása az nagyon fontos lenne. Itt, itt ugye ez a pontos szövegem ennek a javaslatnak, de hogy itt a, itt a megfelelő mennyiség és a steril eszközök, és, és külön az egyéb felszereléseket is megemlítsük, mert mert mondom, ahogy ez látszódott a kockázati magatartásokból, is, azért ezek is jelen vannak. Illetve azt is beleírtam, hogy itt ezek integrált szolgáltatások, tehát hogy, hogy itt, itt, arról beszélünk, nem csak arról, hogy egyszerűen megkapják ezeket az eszközöket, hanem ezek azok a pontok, ahol el lehet érni ezeket az embereket, és innen, innen tudnak bekerülni az ellátórendszerbe. Tehát ezek jelentik tulajdonképpen a, a, az ellátási lánc első láncszemét, szóval ezeket mindenféleképpen érdemes megerősíteni, hogyha szeretnénk a kezelésbe kerülést javítani. A másik, hogy legyen lehetőség az interferomentes kezelésre azoknál is, akik még nem kaptak semmilyen kezelést. Ugye itt az van, hogy hogy ez rövidebb ideig tart, és kevesebb mellékhatása van, tehát ezt sokkal könnyebb végig csinálni ezt a kezelést. Ráadásul az interményes szerhasználók csomószor, szervezett csomószor gyulladásban van, tehát nem is kaphatják az interferon kezelést. Rá, plusz van egy csomó pszichés mellékhatása, depresszió, pszichózis, alvászavar tehát emiatt sem, sem lehet egy intervénszerhasználók, vagy, vagy kockázatosabb az interferon kezelés. De itt az egésznek a logikája az, hogyha valaki megkapja a kezelést, akkor nem tudja továbbadni a fertőzést. Tehát ez ezért fontos, hogy, hogy, hogy legyen módjuk megkapni a kezelést. És itt ebből a szempontból azért nagyon fontos a tervezésnél, vagy ezeknél a beavatkozásoknál, hogy, hogy úgy próbáljuk meg ezeket megalkotni, hogy, hogy ez megfeleljen a célcsoport igényeinek. Tehát ebben a, a, ebből a szempontból az interferon mentes kezelése sokkal e, megfelel ennek a csoportnak, e, mint, mint az interferon kezelés. E, a harmadik, ez a gyors teszt tanácsadás módszerek terjesztése és az elszükséges anyagi feltételek biztosítása az alacsony közöbbi programokban. E, tehát erről már sokat beszéltem, tehát hogy itt a, 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 az egészségügyi rendszer az kevésbé felel megszámolva, és jóval nehezebben veszik igénybe, sokszor nincs is kapcsolatuk az ellátórendszer ezen a része, és ez az a szolgáltatás, ami javítani tudja a hozzáférést. Úgyhogy ezt, ezt ezért gondoltam belerakni. Itt, itt ugye jelenleg a protokoll szerint három hónapos abstinencia szükséges ahhoz, hogy valaki e, kezelésbe kerülhesse, megkapassa az interferon kezelést. E, ugyanakkor az intravénes szervezetek a legfontosabb kockázati csoport, tehát ez több, több ilyen ajánlás, ami a, a kezeléshez kapcsoló, tehát a VHA és az EASL ajánlása is e, kimondja, hogy ők a legfontosabb kockázati csoport a hepatitis C szempontjából. Tehát az elsődleges, hogy őket is be lehessen vonni, és itt, itt az, az lenne a javaslat, hogy ne az abszinencián, hanem a kezelés betartásáról való képesség legyen feltétel. Tehát, hogy legyen lehetőség egyedi elbírálásra. Mivel hogy? hogy hát itt két, két dolgot gondoltam, ami így alátámaszthatja, hogy egyrészt a, a, vizsgálatok alapján a sikeres kezelés után nagyon alacsony az újrafertőződés aránya, illetve ez pedig módi javaslatára került bele a metadon programban résztvevők, mert hogy, mert hogy ugye most is ők részt vehetnek ebben, tehát itt, itt, itt azért látszik, hogy nem a szerhasználat, az akadálya az előírások betartásának, illetve, illetve a, a, a kezelésbe kerülésnek. Tehát, hogy, hogy, hogy egy, egy, ilyen változás nagyon sokat segítene abban, hogy, hogy egy motivált kliens például bekerülhessen kezelésbe, hogyha nem kéne, nem, kéne, nem lenne az abszinencia, vagy egy három hónapos abszinencia feltétel. Ö, és hogy ezt, ezt megtámogassuk, ez nagyon fontos, hogy, 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 hogy legyenek, legyen lehetőség valahogy ilyen multidisziplinális tímekre, mert, mert hogy nyilván a hepatológián dolgozók sem kép, vagy, vagy nem tudom, nincsenek felkészülve arra, hogy, hogy szerhasználókkal foglalkozanak, viszont van egy csomó szakember, akinek meg ez a munkája. Tehát, hogyha, hogyha lenne addiktológus, szocmunkás, vagy, vagy ilyen pírek, akik, akik tudnák támogatni az éppen kezelésben lévő intravénás szerhasználókat, akkor az, az, összességében is növelni a pozitív, tehát a kezelés befejezését, és, és, sok szempontból mindenkinek a munkáját megkönnyíteni. És igen, a hatodik végső javaslat pedig a, a védőoltások biztosítása a kockázati csoportokban, tehát itt hepatitis AB, ami a legfontosabb, de hát ilyen egyéb oltások is, mint a tetanusz vagy az influenza, pontosan azért, mert hogy, mert, hogy nagyon rossz az immunstátuszuk, tehát az immunrendszerük eléggé le van romolva, tehát nekik ezek, a, ezek létszükségletet jelentenek. nagyjából ez a, ez a, hat javaslat, amit, amit gondoltunk.